Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy voltam ugye egy kicsit pihenni lakitelken, és ahogy látjátok, ebben a szállodában szálltam meg, Hungarikum Hotelnek hívják, és nézzétek meg, itt minden volt a területén. Szóval, ahogy látjátok, 27 hektáros a terület, és ilyen szobák voltak, és itt van maga az étterem, ahol tulajdonképpen reggelizés is volt, és ugye még így az oda menéskor ebédeltünk is, és itt van mindenféle leírás így a szállodáról, ami nagyszerű volt. Ez egy nagyon jó kis szórólap, és nem csak egy szórólapot, hanem mindenféle szórólapot. Volt kiállítás kiállítóházban, és ott még voltunk. Sok helyet voltunk, egyébként planetáriumot is megnéztük. Egy 25 perces előadás. Nem volt rossz. Csillagnéző. Fantasztikus előadással. És itt van mindenféle információ. És elérhetőség is. És itt van ugye a másik oldala. Na és itt van még egy prospektus. Ahol kemping is van. És még volt jurtatábor is, amit ugye a videóban is bemutattam. És itt van mindenféle információ róla, és ugye a kemping helyről is. Na és akkor nézzünk még prospektusokat. Ó, Liget Szépe Gyógyászat, ilyen is volt. Ja, és itt van elérhetőség is. Itt így nem voltam, de mondták, hogy nagyon jó. Igen. A Hungarikum Liget fürdői. Volt kinti merence, és volt egyébként bent is, meg minden egyéb. Itt van mindenféle leírás, ugye a strandfürdő, azt még úgy láttam, hogy az még nem nyitott ki, amikor ott voltunk. És itt is van egy ilyen gyógymedencék. Na és akkor van még. Ó, igen. Kácsortanya. Ahogy látjátok. Leírásról minden egyebet megtudhattok, és itt is ellátogattunk. Egyébként volt körbevezetés, és az ingyenes. Úgyhogy érdemes azt így kihasználni, mert szerintem egy olyan mennyi? Másfél-két órás séta körbevezetés. Ja, és itt van a kiállítóház, ugye, ahol láttam a planetáriumot. Íme. A kiállításért és a planetáriumért külön-külön kell fizetni, vagy lehet egyben is a kettő. Volt ilyen választási lehetőség is. És voltak ott különféle könyvek, amik szerintem azok
megvehetőek voltak, és akkor van egy óriási nagy ilyen fedezzék fel a Hungarikum ligetet. Azaz azt jelenti, hogy ez egy térkép is egyben. Hát ahogy kinyitom, nem biztos, hogy minden fog látszódni, de ahogy látjátok, ott vannak a szobák, benti rész, kemping, sokszínű rendezvények, ugye, ahogy látjátok, lakodalmas ház is van, meg ugye konferencia terem. Na és még itt újra láthatjátok, ugye a gyógyerejű víz, mert itt vannak képek, és ugye finom étek, hú, hát degeszeltük magunkat, úgyhogy fantasztikus kaják voltak. És van szórakozás is, méghozzá próbálja ki a food golfot, a Nimrod food golf parkban. És volt lovarda is. Na és itt van maga a térkép. Így lehet látni, nézzétek csak meg. Itt van a szállodánk, itt volt, és ugye a tóra nézett a szobám, és itt nézzétek meg. Ez volt ugye itt a strand rész, stranduszoda, a lovarda az itt volt, igen, itt pedig a food golf pálya, és itt jöttünk be. És itt van, ugye, igen, a közért. Ja. De nézzétek meg, nagyon jó. Külön közért is volt, ugye a liget ABC, a négyes. Ennyi volt. Úgyhogy rengeteg helyszín volt, és hát én is körbe sétáltam, ahogy láttátok így a videóban. Érdemes személyesen ellátogatni oda, mert hát személyesen jóval nagyobb az élmény, és érdemes oda menni. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató és élménybeszámolós videóm. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!